Utolsó felvétel pedig innen indul. Megugorjuk ezt a feladatot. Na nézzük. Ez pedig Chicago. De itt már voltunk. Ugyanaz. Ugyanoda kell menni. IP, te is ilyen nagy izé autó. Crew 2-ös van. Azért, nem tudom meg itt, de eljár, nem Chicago, de Chicago. Nem fogom megtalálni így egyből. Ajja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 jj
hülyeséget csinálok, és nem jó helyen keresem. Nem itt van. Nem. Atlantól van a cucc. Megnézem még egyszer a térképet. Hát igen, csak az... Én azt most azt tévesztettem el, hogy Chicago... Ja, St. Louis-ba, azt mondja, nem St. Louis-ba kell, mert St. Louis hol van, már megint nem emlékszem. Mondhatok, itt van valahol, nem? Lejjebb, St. Louis. Itt van. És akkor viszont, amikor jól emlékszem, itt lesz. Nem emlékszem jól. Másik irányból forgunk. Így. Esetleg. Ó, baszki, nem. Egyik csücskébe van. Komoly ez az ív egyébként, ez milyen Memorial Park, ez milyen magas. Ide megyünk. Hát nem tudom, mennyire IP nem vagyok benne. Lehet, hogy az kéne. Akkor az elég sokáig bírtam tartani a kacskaringózást. Megérkeztem, főnök, megjöttem. Csalok? Lecsalom a pályát, gyerekek. Nem basz... Hát ezt nem hiszem el. Szalagkorlát a legnagyobb baromság ebben a játékban, hogy így megfog. Igen, én is azt mondom, meleg miatt nem tudok már úgy gondolni. Nem most, egész nap. Nagyon szar. De hát ez van, el kell fogadni. Most meleg van, télen hideg van, mindig van mit izélni, de a meleg ellen nem tudok mit csinálni. Jó, hát a klímát, csak még egy kabát olcsóbb, mint egy klíma télen. Hát én a SnowRunnert ugyanúgy billentyűzetten játszom, én próbáltam kormánnyal, de rohadt fárasztó. Tehát 10-szer annyi idő megcsinálni benne valamit, meg forogni, meg mit tudom én, meg nézelődni, mint amennyi, mindig oda kell nyúlnom az egérhez. Hát az is izé nem rossz, meg jó, csak ott is megbalondulsz.
Snowrunnert amúgy néznétek tőlem? Rohadtul élem azt a játékot. Húva sok órán van benne. Az IP, nem tudom, hogy pia előtt vagy pia után, de egyébként nem, szerintem megoldom. Santa Fe, the house in Santa Fe. It's a good Dallas. Na várjál. Dallastól északnyugatra van Santa Fe, és akkor azon belül egy zöld pálya mellett nem tudsz. Hol van Dallas? Dallas lefelé van, nem? Nem, ez Dallas. És mit mondtam, északnyugatra? Santa Fe? Santa Fe, hát az aztán mondjuk, igen. Zöld teniszpálya, vagy valamilyen zöld ott. Mondjuk szerintem ez lesz az, de vagy a túloldal átlóba, vagy ez, vagy az, de most mindegy, menjünk. Nekem is megvan az összes DLC. Utána a legújabb az elmúlt 3 hónapban, ami volt, vagy 4 hónapban, az nincs. Az a durva, gyerekek, egyébként, hogy a TikTokon 11 néző van, 15.600 követőre. A Twitchen 19 néző van, 2.900 követőre. Az úgy meredek, nem? És sokkal stabilabb a nézőszám volt az elmúlt másfél hétben a Twitchen, mint a TikTokon. Ez kemény. Te is mondjad, Dani, bazzeg, nálam van vagy 35. De ne izguljatok, jövő héten szálláson, ahova megyünk, ott van klíma, úgyhogy gond egy szál se. Abba gondoljatok bele, én csak annyit mondok, hogy nem elég, hogy tehát nem az a baj, hogy nincsen klíma, hanem hogy, tehát, hogy miért nincs például bekapcsolva a kamerám. Az egy dolog, hogy nincsen klíma a lakásba. De képzeld el azt a szituációt, hogy itt ülsz a számítógéped mellett, konkrétan 30 centire, ami 70 fokos levegőt fúj ki megállás nélkül, a alapból 35 fokos szobában. Ventilátor nekem is van 2 is. Van az a nagy, ami ilyen 50 centis átmérője van, az a fém, amit csak le lehet tenni a földre, és akkor ez a, az a telibe mindenhol fém, az a, ami most már ilyen 30.000 forint, azt néztem, baszki. Meg van egy toronyventilátor, ami itt van mellettem, konkrétan 30 centire, és a fejemet fújja, és így tudom túlélni. Tehát, hogy igen, ez...
De azt csodálom, hogy a számítógép lebírja magát hűteni. Én nem tudom, mondom, én azt, nekem ad a furi, hogy vannak emberek, akik ennyire, aki nagyon szeretik a meleget, és tényleg akár még pulcsiba is el vannak ilyen melegbe, én nem tudom, hogy azok valami hüllők, vagy... Szóval... A laparita is azt csinálja, amit mi egyébként folyton ott van, ahol mi. Cső, Bazsó! Hát én is egyébként forró vízbe fürdök, de például nyáron nem. Nyáron például belefeküdik olyan forró vízbe, szerintem engem a mentő vinne el. Az szép volt, főnök. Az ugye, ezt ugye elvitted. Igen, nyáron elég a langyos víz is. Hideg víz. Panelban lakom én is. Itt is langyos a hideg víz. Na, szép volt. Én is inkább a meleg vizet szeretem, de nyáron nem bírom, tehát az... Oké, okay, Motel in Las Vegas. Hát szerintem azt megtaláljuk. Repülőtértől nem messze van. De milyen érdekes, hogy ugye New York nem sivatag. De egy vonalban van Las Vegas-szal, ami viszont sivatag. Érdekes. De Las Vegasba kell menni, nem Los Angelesbe, igaz? Nem messze van. Szerintem így. Egy motelt keresünk, méghozzá ezt. A panelba? Persze, hogy van felfújhatós medence, az erkélyen szoktam. Én még nem rendeltem elő, majd esetleg, ha úgy van. Azt még ki kéne találni, hogy hogy a francba fogom megoldani. Én szerintem az utolsó hétben fogom előrendelni.
a előrendelésbe kapsz valami bónusz? Meg kéne próbálnom a Ubisoftot megkeresni. Csak még, hogy dobják már ide azt a játék kulcsot. Nagyon jó lenne. Lehet, hogy írok nekik egy e-mailt, hogy halló, sziasztok. Hogy egyébként... A Ubisoftnak van magyarországi helytartójuk, nem? Figyeljetek már, a Ubisoftnak van magyarországi... Azt hiszem van. Azt hiszem meg kéne őket keresni. Írok majd nekik, mert ugye ilyenkor az a baj, hogy ami biztos, gyerekek, hogy nekem most nem lesz pénzem a fullosra. Ez tuti, főleg a Forza mellett. Ha tökön lövöm magam se. Ha most, hogyha az alapot veszem meg, akkor nem tudok bemutatni mindent. Tehát nekem mindenképpen a fullos kellene. Úgyhogy majd írok nekik egy levelet, hogy... Igen, csak van egy feltételük. Tehát van egy feltételük, hogy X mennyiségű megtekintés kell a videóimra a YouTube-on, és az nincs meg. Addigra már lehet, hogy meg lesz egyébként, de most még nincs meg. Hát a Twitch partnerséget meg csak úgy tudjuk összeszedni, hogyha izé van. Na de bár nem biztos, Matyi, mert lehet, hogy te csak YouTube videókat gyártasz, az is jó lehet. Ja igen, skacok, szokjátok a gondolatot, minden kedves TikTok nézőnek üzenem, beleértve Gabent is. Jövő, ahogy hazajöttem nyaralásból, mind a kettőt, 3 hét múlva mindenki a Twitch-en fog nézni, mert rámegyünk a partnerségre, és minden egyes nézőszám kell, minden egyes, még Gaben is kelleni fog. Nekem elküldhettek bármit. Ki volt az, aki bejelölt? Ki volt az, aki barátnak jelölt? Nem, csak PS... Szerintem csak PS5-re lesz. Bazdeg, ezt nem viszem el. Nem, meg kapsz egy bónuszautót. Unatik, kapsz egy bónuszautót, vagy mi. Én úgy tudom. De lát, itt van a izé. Lived Lara. Még jobb. Matyi. Az egy busz volt. Egyébként ez a csávod, a Laparita, ez nem valaki közületek, baszk? De mindig itt van, ahol én vagyok. Akkor azért volt a Kizu, baszk, meg 39-es szintű. Öcsém. Aha, akkor már csak egy milla kéne. És hány szint van a paszba?
Umban az a szar. Az, hogy most... Hova kell menni? Tovább? Nem. A hülye izé miatt megint megszívtuk. Például Las Vegasba, bocsánat. Ez a laparita, ez ki a picsa? Ez tuti, hogy izé. Te ki vagy? Ki vagy, mondd meg, bazd meg, tuti, hogy valamelyik néző. Tudja, hogy valamelyik megállás nélkül itt van. Ha nem mondja meg, és bejelöl, soha az élben nem jelölöm vissza, ez a büntetés. Most fel kell fedje magát. Ja, nem zavar, hát nem, nem bánt. Nem azért mondtam. Ha most figyelj, az, hogy valaki itt jön mögöttem, mert megtalál a stream alapján, hát bánja faszom, hát most nem vagyunk trúba. Nem fogok azért elmenekülni, mert itt jön. Hát tudom, hogy te is beszoptad főnek. Köszönöm a követést. Ezt nem tudjátok, hogy milyen gépigénye van a videókártya tekintetében hivatalosan a Crew Motor Festnek? Cső, Ádám. Nem szoktam nézni, de a gépigény.hu vagy mi a franc, az jó lehet. Én általában azt tapasztalom, hogy amiket kiírnak, a soha nem valós. Na hát nekem 10, akkor bajba leszünk. Na, el fogja vinni a 1080 amúgy simán, tehát attól nem félek, inkább a live-val lesz baj. Attól félek, a streamen lesz majd probléma. Tehát 1080 az nem fog megrecsenni alatta, az biztos. Tehát az szerintem... Inkább csak attól félek, hogy a két live mellette majd ott lesznek a gebaszok.
Jó éjszakát, jó pihenést! Nem a követést. Jó hét mindenki, aki megy. Várjál. Gyere. Köszönöm a rózsát! És akkor majd itt elmegyünk balra. Egyébként néztetek már ti olyan live-ot a TikTokon, akik mondjuk kéregetnek? Itt van az idős asszony, meg van az a másik hosszú, egy hosszú csávó. Gyere, kell menni föl. Hogy... Na én még csak annyit tudom, hogy van egy-kettő, aki szó szerint, mit tudom én, mondjuk kajára kéreget a TikTokra. És ők mennyire kapják az ajándékot? Persze, hogy felek vanul. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire dobálják még az ajándékot. Na, figyeljetek, ez már kicsit Las Vegas, South of Las Vegas, Mojave, na. South, tehát Las Vegas-tól délre a Mojave, ott már egy ilyen kis garázs. A párbajokról én akartam már csinálni nagyon régóta videót, de nem fogok. Elengedtem a dolgot. Csinálják, bazdmeg az emberek, nem érdekel. Tehát a párbajok... annyira... Szerintem igen, ide megyünk. A párbajok... A párbajoknak mindig három győztese van. A TikTok, meg a két párbajozó. Tehát szerintem itt nincs olyan, hogy vesz. A két vesz... A vesztes mindig... mindenki a közönség a vesztes. Tehát én azt nem értem, hogy a TikTok miért nem csinálja úgy meg, hogy a párbajnak mondjuk lenne valami tétje. Az kemény, unatik. Tehát, hogy a párbajnak lehetne valami tétje mondjuk. Tehát mint aki veszít, az egy hétre letiltja a TikTok. Tehát egy hétig nem mehet a TikTokra föl. Vagy nem live-olhat. Tehát egy hétig nem indíthat live-ot. És akkor kibannolja. De azt mondom, oké. Okay. Így már jó lenne, vagy nem tudom. De hogy a párbajozókat, azt nem értem. A pszichológiáját értem emberi oldalról, egyébként nem bonyolult. A nézők elkezdenek izgulni. Figyeljetek, mondjak nektek valamit? Meséljek egy érdekes dolgot? Lelőjem a poén, mit csinálok egy hetet? Csak így teszt alapján? Hogy tartsam meg magamnak a kis titkaimat. Nem nézem a párbajokat. Van-e itt olyan a cseten, aki küldött már azért rózsát, hogy a 10 darab, ami ki van írva, az meglegyen?
Na ugye mostanában mindig 10 rózsát teszek ki célnak. Ha őszintén, figyelek rátok. Nem tudom, hogy itt vannak-e a live-on. Szerintem, jó, nem, egyébként szerintem nincs itt a live-on már, aki beküldte. Mindegy, arra akarok kiukadni, hogy én soha nem foglalkozom ezzel a hány rózsa, 10 rózsa, 100 rózsa, ilyen célokat teszek ki. Mindig valamit random kiszoktam tenni. És mindig általában ilyen 1000, 2000, mert nem akarom folyton kibekapcsolgatni, és szinte alig szokott jönni, szinte nulla, tehát ilyen elenyésző. És most szándékosan egy hete arra megyek, hogy 10 rózsát rakok ki. Nem 100-at, meg nem 1000-et, hanem 10-et. És amint így elérjük, köszönöm szépen, rámegyek, hogy frissítés, ez ilyen standard, visszaállít, és már megy is. 10 rózsa megint. És ez a 10 rózsát, nem, tehát mondom, $1-ral számoljatok, nagyjából annyit kapok 200 rózsáért. Tehát, hogy nem szokott összejönni kb. 4-5-ször, tehát nem sok. De lényegesen több rózsát küldenek be az emberek, mióta ez a 10 rózsát álligatom be. Ennyit számít pszichológiailag, hogy én kirakom a 10 rózsát, és ti egy elérhető célt kaptok. De ennyit számít az, hogy egy elérhető célt rakok ki elétek, a párbaj az meg teljesen, az a legdurvább, ami lehetséges. Tehát a párbaj az... Mindenki egyből menni akar, azonnal izé támogatnia, nehogy kikapjon már. Hát né, annyit. Most ez van. Tehát, hogy érted, tehát, hogy de nem baj, 10 rózsa, az is valami. De ha kirakom, hogy 1000 rózsa, akkor 1-2 rózsánál több, vagy összesen 10-nél több nem jön be. Los Angeles. Los Angelesbe kell mennünk a fekete épülethez. Mindegy, nem számít egyébként, hogy mennyi. Én örülök a kicsinek is. Na várjál, bazeg. Ez nem lesz olyan egyszerű, főleg innen. Itt minden épület fekete. Anyám, na várjál. És itt jobban át kell néznem. Fekete épület mellett park, és közel van a hegy. Szerintem erre lesz akkor. Létezhet? Nem az. Vagy írja, hogy Los Angeles-en belül? Na most én is szenvedek. Nem írja. Autópálya is van ott, meg valami piros falu épület. Hát baszki, ez így nehéz. Nem egyértelmű. Valami, mondom, ott van hegy. De lehet, na erre már nem lesz. Ez lesz az, és valószínűleg így van fotózva. És hogy ez lesz az. Igen. És mondom a kedves egybegyűlteknek, hogy nekem nem zöld, úgyhogy nekem mennem kell mindenképp vissza a városba. Majove desertbe be kéne pipálnia. És nem. Nem veszi be. Ki ez a izé csávó, basszus?
Hol van a Mayowe Desert? Nem jelzi. Rá kell mennem balra. Bocs, kacok. Muszáj. Nem zöld. Macsi, neked egyből, de ott már zöld. Nem szokta. Én tegnap beszoptam, ameddig nem zöld. Tegnap kétszer mentem úgy el, hogy mire odaértem, én akkor vettem észre, hogy nem zöld. Addig nem indulok el, ameddig az nem zöld. Azt mehettem újra. Megy már, ilyen régi vonat jön. Igen, mert mondom, nagy a monitorom, és kiesik a perifériámból az, hogy mindig figyeljem, hogy ott melyik mi. A Speed Zone. Inkább a Vályi Pista nálam a best of. Imádom azt a csávót, ahogy kommunikál. A Total Kácsa rossz, de inkább a Speed Zone. Nekem a Vályi Pista az ilyen... Mindent, ami bármit mond, azt elhiszem. Valamiért, úgy mondja. De én például a H. Andrást is szeretem, pedig nagyon sokan utálják, de... Szerintem elég... Elég értelmesen elmagyarázza a dolgokat ő is. Ismered, de hogy mi, hogy milyen szinten ismered a Vályit. Most voltam vele kint, tehát kint voltál vele. Hogy mi van? Te vele? Az hogy? Vagy miért vagy? TikTok Live az beakad? Vagy csak nálam? TikTok Live működik, skacok? Csak nálam kezdett el karikázni. Jó, most már jó. Most már nálam működik. Nem tudom, mi volt. Egy jó, akkor köszönöm a követést. Na, szóval Matyi, te hogy kim voltál a Váival Németbe, vagy? Milyen kapcsolatban vagytok? Ó, bazd meg. Gyere, megyünk hegyen át. Átmegyünk a hegyen. Jani. Hát, küldjed be a lányt, intézzük neked. Küldjed be a csajt. Azon a hegyen nem fog tudni átmenni. Küldj be a csajt. Amúgy vigyázzál, mert lehet ő is megtalál minket a TikTokon. Feltörekvő sztár vagyok, úgyhogy óvatosan, de bejön ő is. Lehet már nézőn, baszki.
Kérdezd meg, ismeri a hungatét. Gyerekek, a Twitch-en szerintem nem akadozik, gyertek át oda, jó? Ott nincsen probléma, nem tudom miért csinálja egyébként, ez nem, azt hiszem a TikTokkal van valami. Látom én is, hogy karikázgat, de nem tudom, hogy miért. De mit melózol ott, ha nem titok? De egyébként tényleg a lap timing meg a speed zone miért mentek szét? Ezt se értem. Jani, az a kérdés, mi miről maradtunk te nála? Semmiről, keresgélem az autót amúgy. Nincs ott állás, Matyi, megyek én is videót vágni veled. Intézzél be. De akkor egy kérdésem majd legyen már, hogyha tudsz válaszolni, hogy a lap timingba van ugye a, fú, most meg nem mondom, hogy hívják a csávót, aki a tolószékes. Ugye ő csinálja a lap timingot. Mert hogy hát ő is. Jól mondom? Mondd, hogy igen vagy nem. Én nagyon drukkolok, Jani. Mondja, csinálok neked TikTok videót, ha kell a csajnak, hogy egy becsületes ember vagy. Besenye izdolj? Akkor igen, így is jó. Köszönöm a kiigazítást. Érdekel, gyere be, Discord-a, gyere be, ott a meghívó lent. Persze. Nem, azt akarom igazából kérdezni, hogy akkor az a brigád, aki kiment Amerikába anno, ugye akkor a Besenyei Zoli, ugye ők együtt voltak kint, ők már, hogy kérdezzem meg, ők már többet együtt nem fognak menni sehova? Így kérdezem. Valahova pedig ide kell jönni, vagy én tévedtem el? Na nem, jó helyen vagyok, csak a... Pontos. Aha, a másik épület. Ami itt van, ez elé kell menni. Azért váltak szét, mert akartak egy külön csatornát, de semmi harag nincs. Na most figyelj, mondok én neked valamit. De majd a Matyi maximum mond egy igen vagy nemet, de nem arra, hogy igazam van-e. Az, hogy te egy videóstól mit hallasz, hogy mit mond neked, az soha semmilyen körülmények között nevet készpénznek. Ha ők összevesznek mondjuk valamin a háttérbe, az neked soha nem lesz leközölve úgy, hogy összevesztek, ha csak nem egy videóban vesznek össze. Los Angeles, Orange County, East of Los Angeles. Menjünk a partra. Keleti partra. Tehát ezt viszont meg kell érteni, hogy nagyon jó fejek a videósok, ismerek személyesen is nagyon nagy videóst, akitől hallgatta podcastet, és nem úgy viselkedik, nem a könycsatorna miatt itt nagyon sok számot,
a pénz is, meg a hozzáállás az egészhez, ez mindig is két külön csatorna volt. Azt értsétek meg, nem ide kell menni. Csak egy tipp. Szerintem oda. Azt nem mondom meg. Azt nem mondom meg. Jó napot kívánok! Nem ide. Hát itt mi történt? Csúlyani. Tehát nem, azt nem mondom azt meg. Azt a mindenit! Az most nem számít, de így ismerek őt, aki nagyon nagy, és semmi rossz, meg nem akarok róla semmi rosszabb, mert teljesen jó, normális ember az életbe is. Semmi gond nincs vele a világon, meg semmi ilyen. Annyi a lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amikor én is például hallgatok valakit, azt utána meg nem pont úgy van mondjuk. Tehát, hogy mondjam, másképp viselkedik videóban is, meg az életben. Nem nagy a differencia, csak mond dolgokat, amiket... Na, Jani, én drukkolok, figyelj! Adok egy tanácsot, Jani, ne húzz sokáig. Kérdezz rá minél előbb, hogy van-e lehetőség esetleg többre. Fölösleges húzni. Csaj már rég tudja, mit akar egyébként. Szóval mondom, csak arra akarok kiukadni, hogy amikor egy videós néztek, ő mindig azt fogja mondani, vagy azt próbálja mondani, általában, amit hallani akartok. Nézzétek meg például azt, hogy van ez a Coca-Cola-s hülyeség. Engem, hogyha felkeresne a Sixo, hogy mutass, ezt a, én nem, nekem nem benne, hogy én ilyen videót csináljak nektek róla. Nem azért, mert vannak olyan ilyen... Mondjuk az gáz, hogy nem tudta egyből eldönteni, de mindegy, drukkolok. Szóval... Mi érdekes, hogy mitől függ. Na mindegy, szóval, hogy nem tudom, gyerekek. Most gondoljatok bele, hogy szerintetek a például, akik ezeket a Sixo kólákat reklámozzák, ők mindannyian éjjel-nappal Sixo kólát isznak? Nem. Mégis megpróbálják nektek, tehát 50 ezer forinté eladják az anyjukat is kb. Amúgy tisztelt a kivételnek, de hogy értitek? Tehát, hogy nem bántani akarom őket, mert mindenki pénzből, ez a munkájuk. Tehát most mit, a legtöbb ilyen celebet vagy sztárt megkeresik őket és azt mondják, hogy figyelj, 200 ezer forintért, jó mindegy, de hogy 200 ezer forintért mondd már el, hogy milyen jó a Sixo kóla. Én biztos, hogy nem ilyen videót csinálnék, mint ők, hanem én azt csinálnám, hogy figyeljetek, megkeresett a Sixo, elmentem, vettem ebből a kólából. Frankó, nem rossz, úgyhogy írok belőle, kész. Oké, elmondom. De hogyha én megkóstolom a kólájukat és nekem nem jön be, akkor én nem csinálok belőle videót, mert bazeg, nekem nem ízlik. Faszom, nem fogom elmondani, hogy jó. Nem értek el, mennyit fizetnek amúgy. Sose érdekelt ilyen szinten, hogy nekem M5-ös BMW-m legyen majd, meg anyám, én leszarom. Engem nem érdekel. Legyen egy normális életem, az kész. Persze én is ebből akarok élni, de ennyi. Nem így. De menő! Ez egy Ferrari? Hülyeséget beszélek? Milyen kocsi? Ez nem a Ferrari GT? Izé vagy mi tököm? Mi ez? Egy Jaguar? Jaguar E-Type. Azt a de rohadvány jól néz ki. Jaguar. Igen, csak nagyon hasonlít a Ferrari-ra egyébként. Ez jó cucc volt. Ezt érdemes kiszedni mindenkinek, spacok. Humban. Merci volt, már akartam nézni. Hú, gyerekek. Na ez vagány. Ez nagyon vagány. Azok a varratok milyen szépen látszódnak. Hát, ez zseni. Ez zseni, skacok.
medve meg itt sétál az úton. De rohadt részletes amúgy. Ez egy nagyon jó kérdés. Én egy másfél hete játszom a játékkal az új rész miatt, mert ugye ezekkel foglalkozom, hogy egy ideje, hogy autós tartalmakat mutassak be nektek, szóval igen, nem tudom, hogy mikortól lehet. Most lehet. Nagyon jól néz ki. Iszonyat jól néz ki be, az össze van kötve ez az egész is. Zseniális. Na jó, most kacok, figyeljetek, én megyek, mert még meg kell vágnom nektek holnapra vagy három videót, úgyhogy ma nem is alszom szerintem kb. Úgyhogy mindenkinek kellemes időtöltést, meg kellemes estét, meg minden egyebet, úgyhogy holnap találkozunk, aztán folytatjuk. Mit nyomtam el a live-ba? Várjál? Na jó, van gyerekek, pacsi mindenkinek, jók legyetek, 800 ezer altaból majd le, meg vissza, meg mindenhova, most már nem jön, ott marad a seggén. Jól van. Na mindegy, akkor én megyek nyaralni jövő héten, nem vagyok, vasárnap leszek, addig is Hungate Gaming, Hungate Kisakos, meg a Hungate YouTube csatornát lehet nézni. Én nem leszek holnap, úgyhogy DC-n írjál rám, jó? Azt elnek, majd reagálok. Igen, ez tényleg egyébként én is hallottam. Jól van, majd, hogyha odaérünk Matyi, akkor megdomáljuk. Na, jó van, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Na, szevasztok!